Sok vendég és komoly csata volt a Kolbászfesztiválon. A helyi Vöröskereszt most a Duna Plazma Centrumban szervezett véradást. A máltai játszótéren ezúttal farsangi mulatságot szerveztek. Mezőfalván rendeztek kötött fogású versenyt a 13 éves birkózó korosztálynak. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják, Dunai város legfontosabb híreivel jelentkezünk. Kérem, hogy tartsanak velünk. Remekül vizsgázott a felújított Monbach kúria udvara, mint rendezvény helyszín. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a szombaton rendezett 12. Kolbász töltő fesztiválra. A végig remek hangulatú eseményen 10 csapat vágott neki a kolbász töltésnek és sütésnek, majd versengett a zsűri kegyeiért. A tömegével kilátogató dunaújvárosiak pedig remekül szórakozhattak. Igazi fesztivál hangulat volt február 24-én Dunaújvárosban. Kolbász fesztivál hangulat. Tökéletes helyszínek bizonyult a felújított Monbach kúria udvara, ráadásul belépve és első pillantásra sokakban működött a wow érzés, ugyanis gyönyörű lett az épület komplexum és környezete. A fesztivál beharangozójában arról beszéltek, hogy Pentele új égkövéről van szó. Nos, nem túlzás. A felújított Monbach kúria valóban az lett. 10 csapat vágott neki a kolbász töltésnek, és nagyon rövid időn belül Pentele különlegesen finom illat felhőbe burkolódzott. A csapatokat és a kilátogató érdeklődőket Pintér Tamás polgármester köszöntötte. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Most én azt gondolom, hogy egyébként ilyenkor a legrosszabb, hogyha ide áll egy politikus, és mondjuk elveszi az időt azoktól a csinos lányoktól, akik utána fognak következni itt a színpadon. Nem is tudok ilyen szép látványt nyújtani, illetve még politikai beszédet sem kellene mondanom. Mégis én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus alkalom, és én nagyon szépen köszönöm Önöknek, hogy annyi uszítás ellenére is ilyen szép számmal eljöttek a felújított Monbach kúriába, és velünk együtt ünneplik ezt a szép közös családi délutánt, amelyet így együtt tölthetünk. A kolbásztöltő csapatok feladata az volt, hogy a helyszínen elkészített saját fűszerezésű alapanyagból töltenek és kisütnek, majd a kisütött kolbászokból a zsűri számára egy párat tálalnak. És higgyék el, a zsűrinek sem volt könnyű dolga. Sebőné Hajnal Margit zsűritag, a Pentelei Nyugdíjas Klub vezetője így nyilatkozott már az értékelés után. Kellemes élmény volt, most zsűriztem itt először, és érdekes volt a felhozatal, voltak igazi régi hagyományos, igazi paraszt kolbász ízek, de voltak egy kicsit furcsák is, de kellemes volt, jó volt, jó ízek voltak összességében. Délután az eredmény hirdetést már nagyon sokan várták, a zsűri munkáját, feladatát, felelősségét Mezei Zsolt alpolgármester így közelítette meg. Ilyenkor szoktuk mondani azt, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt, de most tényleg nem mondok nagyot, hogy tényleg nehéz dolgunk volt. Nem azért, mert csak jók voltak a kolbászok, hanem azért, mert sok is volt. Azért nézzenek ránk, mindannyian kis egyszál belűek vagyunk, ahogy szoktuk mondani, férfiak. Tényleg nehezen lehetett ennyi fejtet megkóstolni, és tényleg mindegyik egytől egyig remek volt. Nagyon kevésen múltak a helyezések, egy-egy pontszám, egy-egy tálalásmód volt az, amelyiket eldöntötte ki hányadik hely. És akkor a ki hányadik hely. Ha bárki azt gondolná, hogy végül is nincs jelentősége, már hogy ne lenne. A díjkiosztó ünnepségen kiderült az idei megméretés győztese, a Pentelei ízvilággal operáló Kocka és Pusi gárdája lett, a második helyen a Sertés Osztag nevű alakulat végzett, míg a harmadik helyet a Strandbüfé csapata hódította el. És akkor a nyertes interjú Jurinka Tamása, akit még akkor kérdeztünk, amikor nem volt ismert a végeredmény. Jurinka Tamásik egyébként minden évben versenyeznek, most 35 kiló kolbászhúst kevertek és sütöttek, majd osztogattak körbe. A tányért most vitték el az előbb, még nem tudjuk a helyezéseket, de jó helyezése számolunk, úgyhogy szívvel, lélekkel mindent beleadtunk, úgyhogy ennyit. Nagyon jó volt a hangulat a csapatot. Így van, ez nálunk az első, minden erre teszünk fel. A hangulat legyen jó, a többi már a zsűriken múlik.
Nos, a jó kolbászhoz tehát kell a jó hangulat, de a legfontosabb a végeredmény. Természetesen a Kolbász Fesztivál egy remek közösségi rendezvény is volt, folyamatosan járt a kisvonat, rengetegen érkeztek és érezték jól magukat, kóstoltak pálinkát, rétest, kolbászt. A Kúria közösségi terének debütáló eseményén közreműködött a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, valamint a közelmúltban a települési értéktárba is bekerült Pentelei Kéknefele és Népdalkör. A közönség szórakoztatásáról pedig a Cappuccino zenekar talpalávalója gondoskodott, végezetül pedig Pintér Tamás így összegzett. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek a mai rendezvényünkre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép köszöntője a felújított Momba Kúriának, illetve ez még csak a külső részének, hiszen a belső részeket azt még majd március 14-e után fogjuk majd bemutatni a nagy közönség számára, amikor majd kiállításokat fogunk majd szervezni, illetve különböző rendezvényeket. Viszont már azt látom, hogy erre a mai rendezvényünkre is rendkívül sokan eljöttek, aminek nagyon örülök. A tudósítás összeállításánál volt némi szerkesztői dilemma, hogy szerepeljen-e benne a fesztivált megelőző, hát nevezzük politikai purpárlénak, és legyünk ezzel ünneprontók, de ezzel kapcsolatos kérdésünkre állást foglalt Pintér Tamás, mi pedig akkor ezt most továbbítjuk. Valójában én azt gondolom, hogy ez az elmúlt napoknak a cirkusza, amit a fideszesek csináltak, az hozzájárult ahhoz a sikerhez, amit itt a hátam mögött láthatnak a kedves nézők is. Na, azt láttam az elmúlt órákban itt, hogy nagyon sokan idejöttek hozzám, és próbálták biztatni minket, hogy ne hagyjunk ezeknek az embereknek olyan lehetőséget, hogy elijesszék innen is a rendezvényekről, a jó hangulattól az embereket, a dunaújvárosiakat, hanem legyünk magunk, csináljunk jó rendezvényeket, érezzük jól magunkat. Hát mi így is leszünk, megfogadtuk az embereknek a tanácsát, a dunaújvárosiak mindig azt mondják, hogy szórakozzunk, most egyszer van, amikor így el tudunk ide jönni is. Jöjjünk el, érezzük jól magunkat, közösen együtt, szerintem erről kell szólni az egész, nem pedig a politikáról, azt most magunk mögött adjuk. Hát ennyi. Így telt a 12. Kolbásztöltő Fesztivál tökéletes helyen, tökéletes résztvevőkkel, tökéletes hangulatban. A szervezők pedig folytatást ígérnek. Azt már megszokhatták a városlakók és a környéken élők, hogy a helyi Vöröskereszt csapata rendszeresen szervez különleges véradásokat, néha egészen váratlan helyszíneken is. Legutóbb például a Dunaplazma centrumban várták az önkénteseket. Sokszor elhangzott már, hogy mennyire fontos a véradás és mennyire hasznos dolog a vérplazmaadás. Az is tény, hogy vérplazmát csak véradók adhatnak, így az önkéntesség egy egészen különleges formáját élhetik meg azok, akik szeretnének segíteni az embertársaikon. A helyi Vöröskereszt csapata nemrég a Dunaplazma centrumban szervezett véradást, amely a visszajelzések alapján jól sikerült. Pavleszek Ildikóval beszélgettünk a helyszínen. A nagy ünneplés után visszacsöppentünk a mondhatni szürke hétköznapokba, de mi már is egy újabb programmal vártuk a látogatókat, hiszen a Vöröskereszt és a Dunaplazma által szervezett véradásnak újabb helyszínéül szolgál a Dunaplazma. Már sokadszorra szervezünk egyébként itt véradást. Fontos különbség egyébként, hogy a plazmaadással ugye közvetetten lehet életeket menteni, véradással pedig közvetlenül, úgyhogy sokszor felhívjuk a plazmaadóink figyelmét, hogy látogassanak el véradásra is. Egyébként plazmaadóként kötelező vért is adni, tehát nagyon örülünk annak, hogy ma is közel 50 ember megjelent itt nálunk. Mind a véradáshoz, mind pedig a plazmaadáshoz szükséges bizonyos vizsgálatok elvégzése. Az irataink megléte és érvényessége mellett Pavleszek Ildikó arra is felhívta a leendő önkéntesek figyelmét, hogy mi történik például egy alkalmassági vizsgálaton, és mit vesznek figyelembe akkor, amikor valaki megkapja a zöld utat a plazmaadáshoz. Ahhoz, hogy valaki plazmaadóvá váljon, először egy alkalmassági vizsgálaton kell átesnie. Ez körülbelül egy ilyen 40 perces folyamat, ahol történik egy orvosi elbeszélgetés, ki kell tölteniük egy egészségügyi kérdőívet, ahol az aktuális egészségükről kérdezzük őket. Minden esetben van egy vérvétel is, 3 kémcsőnyi vért veszünk az emberektől, amit aztán elküldünk laborba, és a labor vizsgálat eredménye alapján nyilvánítunk valakit alkalmas plazmaadónak. Ezen kívül egyébként vannak olyan különböző betegségek,
amik sajnos kizáró okok lehetnek ahhoz, hogy valaki plazmaadó legyen, de ahogy említettem, ugye minden esetben találkoznak orvosainkkal az ide látogatók, és meg tudják konzultálni ezeket a dolgokat is. A Vöröskereszt aktivitásával és a Dunaplazma jelenlétével a városlakók és környéken élők egy hosszadalmas utazás nélkül tudnak vért és vérplazmát is adni. Tegyük meg minél többen! Bátran mondhatjuk azt, hogy a farsang a fiatal korosztály egyik kedvenc időszaka, farsangi programokból pedig szerencsére nem volt hiány városunkban az elmúlt hetekben, a máltai játszótéren is várták a látogatókat. 10 éves fennállása során minden évben készült valami különlegességgel farsang alkalmával a máltai játszótér. Ezt a hagyományt a közelmúltban is folytatták, farsangi mulatságra várták a látogatókat. A vendégeknek fánkkal és teával kedveskedtek, de a gyerekek maszkokat is készíthettek, illetve több színező is rendelkezésükre állt. Nagyon jó hangulatú rendezvényt hoztak össze a játszótér szakemberei az esemény alkalmával és helyszínén. Herceg Szabó Renátával beszélgettünk. Mindenkit nagyon nagy szeretettel vártunk 10. jubileumi farsangunkra valóban. Így, amint látni is, a gyerekek már megérkeztek, szülők is. Nagyon örülünk nekik, fogadtuk őket farsangi fánkkal, teával, és hát egy kis kreatív foglalkozás, állarcot, maszkot, és színezni lehet. A programsor fontos eleme volt a zenés kavalkád, de a gyerekek az udvaron is és az épületben is szórakozhattak. A jelmez pedig nem volt kötelező. Ahogy eddig, úgy most is, bárkit szívesen fogadtak a játszótér szakemberei. Mai napon még várjuk zenés, táncos kis kavalkádunkba a gyerekeket, akár kint is a játszótéren, de be is jöhetnek, akár állarc, maszk nélkül. Nem egy esetben a környező településen élők is ellátogatnak a létesítménybe. Feke Brigitta például kísérőként Székesfehérvárról érkezett, és elmondása szerint a gyerkőcöknek minden tetszett. Finom volt a fánk és a tea is. Jövőre pedig már készülnek is. Jelmezben érkeznek majd a gyerekek. Testvéreméket jöttünk meglátogatni Székesfehérvárról, a játszótérrel kijöttünk, és láttam ki írva, hogy farsangi mulatság lesz nálatok egy órától. Igazából is megvártuk az eseményt. És hogy tetszik maga a program? Nagyon tetszik, nagyon jó a szervezet, nagyon finom volt a fánk, a lányok egyből megették, a tea is nagyon finom volt, jelmezzel sajnos nem készültünk, mert nem voltunk ugye az eseményre felkészülve, de legközelebb jövőre is ellátogatunk, és akkor már jelmezben fogunk jönni. Ahogy más rendezvények, ugye a farsangi mulatság is egy ingyenes foglalkozás volt a máltai játszótéren. Nem meglepő a létesítmény népszerűsége, mindenkit és mindenkor szívvel fogadnak. Az elmúlt hétvégén a mezőfalvi Petőfi Sándor általános iskola adott otthont a Peteskert Kupa Nyugat-Magyarország régió területi U13-as kötöttfogású bajnokságnak. A 16 résztvevő egyesület ifjú birkózó palántái részére remek felkészülési állomás és felmérés volt a verseny, melyen óriási küzdelmeket, remek akciókat láthattak a kilátogatók. A szombaton megrendezett versenyre 109 nevezés érkezett, azonban betegségek miatt 67-en léptek szőnyegre. A DKS-e és fiúk szakosztályai összesen 21 versenyzőt vonultattak fel. Az eseményt Szűcs István, a DKS-e birkozó szakosztályának elnöke nyitotta meg, Kis Károly edzőtől pedig azt kérdeztük, hogy a szakosztály számára mit jelent egy ilyen verseny. Nagyjából fölmérik a gyerekek is, hogy mit tudnak mi is, hogy merre kell tovább menni, mi az, amit többet kell gyakorolni, mi az, ami jól megy, és ezt az országos versenyeken tudjuk majd kamatoztatni. Kis Károlytól azt is kérdeztük, hogy ez a verseny inkább a felkészülés szolgálja, vagy az eredményekre törekednek inkább a szőnyegen. Mindenképpen eredményekre is törekszünk természetesen. Vannak olyanok, akik már tavaly egykor csoporttal lejjebb, már országos versenyeken is dobogón álltak. Elvárom, hogy itt is jól szerepeljenek természetesen. Meglátjuk, hogy sül el a végén. Mindenképpen több dobogós versenyzőt szeretnék. A verseny egyik érdekessége volt, hogy a látványos mérkőzéseket a helyszínen tekintette meg. Vadász Csaba 13-szoros magyar felnőtt bajnok, EB ezüstérmes birkozó, valamint Kovács József a DKS-e
egykori kiváló birkózója is. A 16 résztvevő egyesület ifjú birkózó palántai részére remek felkészülési állomás és felmérés volt a verseny, melyen óriási küzdelmeket, remek akciókat láthattak a kilátogatók. Az egyéni eredmények alapján kiszámított összesített csapatversenyt a DKS-e nyerte, második helyen a Kaposvári Sportiskola, a harmadik helyen pedig a Honvéd csapata végzett. A versenyen ott volt és köszöntőt mondott Motyovszky Mátyás, sportbizottsági elnök is. Hálás köszönet a mezőfalvi Petőfi Sándor általános iskolának, hogy ismét egy remek helyszínt biztosít egy ilyen régiós versenynek. Ez a 13 éveseknek, tehát egy korosztálynak szól, illetve csak kötött fogás, és külön öröm számomra, hogy egyébként 109 nevezés érkezett erre a versenyre, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó szám. Ráadásul ugye ebbe a kategóriába a magyar bajnokság alatt, ami egyébként nyílt nevezésű, ez a legmagasabb szintű versenyük a fiataloknak, ami egyébként pontszerző verseny, tehát beleszámít a szakosztályoknak az éves eredményébe. Ez a szombati verseny a 13 éves korosztály versenye volt. Motyovszky Mátyástól azt kérdeztük, hogy hova kell tenni ezt a korcsoportot, hiszen bár nem apró gyerekek, de még a fiatal felnőttek mezőnyétől távol vannak. Azért ők már nem kicsik, és ők már a legjava már azért jó néhány éve űzi ezt a sportot, és visszaemlékezve az én úttörő koromra, és ma is meg fogjuk látni biztos a versenye, hogy nagyon komoly csaták és akciódús mérkőzések lesznek, úgyhogy ők ugyan még nagyon fiatalok, de azért már nem kezdők, nem kicsik, úgyhogy izgalommal várom, hogy milyen meccseket fogunk látni. A Peteskér Kupa nyugat-magyarországi régió területi U13-as kötöttfogású bajnokság szombati napja remek versengést és remek összecsapásokat hozott a sportolók és edzőik legnagyobb megelégedésére. Idegenben a címvédő Gyergyói HK ellen folytatta az Erste Liga küzdelmeit a dunajvárosi jégkorong csapat, méghozzá annak reményében, hogy szorosabb meccset játszunk majd az erdélyiekkel, mint amilyen a két gárda dunajvárosi találkozója volt. Az első harmadban eldöntötte a pontok sorsát a házigazda a Gyergyói HK gárdája, még acélbikáinknak ezúttal is csak a szépítésre futotta. Ahogy várható volt, a vendéglátók alaposan be is kezdtek, Svince góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, majd rögtön növelték is előnyüket. A szünetre 4-1-es magabiztos gyergyói vezetéssel vonultak a felek. A második felvonásra sem sokat változott a játékképe, ugyan többször is sikerült eljutni a hazai kapuig, újabb találatot már nem sikerült szerezni. A gyergyóiak még viszont lőttek 2-t, kialakítva ezzel a 6-1-es hazai sikert jelentő végeredményt. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, és várjuk önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.